Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Évek óta forgatok már horgászfilmeket, és a Facebook oldalamat is több mint 5500 horgász követi már, és valahányszor filmet, cikket, beszámolót jelentetek meg, mindig van egy állandó közös jellemző, mégpedig az, hogy milyen botot használtam, hogy vagyok vele megelégedve, és hogy miért ajánlok. Akik követik a munkámat, ők tudják, hogy a Dovid Kft. Főállású munkatársaként tagja vagyok a By the Met Infader teszt és fejlesztő csapatának is, de meg Gáborral évek óta együtt dolgozunk ezen botok fejlesztésén, és mivel én napi szinten horgászom, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Gábor figyelembe veszi az én véleményemet, tapasztalatomat is egy-egy bot kapcsán. Én évek óta kizárólag ezekkel a botokkal horgászom, mind a hétköznapi, mind pedig a versenyhorgászatban, és úgy érzem, hogy kellő tapasztalatot gyűjtöttem ahhoz velük, hogy segítő szándékkal bemutathassam őket én is. Azt nagyon fontos tisztázni, hogy ez a film nem azért készül, hogy ezeket a botokat reklámozzam, vagy pedig száraz technikai paraméterekkel untassam a kedves nézőket, hiszen ezek a botok már évek óta forgalomban vannak. Inkább egyfajta végfelhasználói szemszögből egy katalógust állítsak össze arról, hogy az átlag horgász a megfelelő botot vegye a megfelelő szituációra. Képtelenség lenne minden egyes botot bemutatni, amit használok, inkább így típusonként, termékcsoportonként kiosztam magammal egy-egy darabot, és ebből szeretnék most egy rövid kis videós anyagot bemutatni. A botok, én tegnap megpróbáltam őket helyek közel helyrehozni, ezek napi használatban vannak, tehát nem kirakati botok, úgyhogy ha adott esetben használatból adódó kosz vagy sérülés van rajta, azt kérem nézzék el nekem. Nem véletlenül tettem ki típusonként magam elé a botokat, nem csak a színekben van eltérés, hanem egyértelműen látszódik a botokon egyfajta törzsfejlődés, de mind a felhasznált anyag minőségben, a nyílkiképzésben, a rugalmasságban és egyáltalán a botok felhasználhatóságában is nagyon nagy fejlődés tapasztalható az elmúlt évek folyamán. Kezdjük a sort a Power Fighter szériával. Ez a széria egyértelműen a belépő kategória, kezdő féder horgászoknak ajánljuk, akik most ismerkednek a féderezéssel, és gyakorlatilag a 270-es csónakos verziótól a kezemben látható 420-as extra heavy változatig minden megkapható benne. Egy nagyon nagy hiba, amit elszoktak a horgászok követni, hogy látnak az interneten egy fényképet, egy videófelvételt egy adott botról, megtetszik nekik, és megvásárolják úgy, hogy nem tájékozódnak róla. Ebben a széles szortimentben nagyon körültekintőnek kell lenni, hogy melyik botot válasszuk, hiszen hogyha csak abból indulok ki, hogy a kezemben lévő 420-as botot, ami tulajdonképpen az a rendeltetése, hogy a nagysúlyú bordáskosarakat a lehető legmesszebb el tudjam bele dobni, egy 2-3 hektáros tavon, ahol jellemzően 1,5-2 kilós pontyokra számíthatunk, egyértelműen csalódás lenne. A másik darab, amit kiosztam magammal, az egy 390-es medium heavy változat, ezt már előszeretettel használom a pontyos versenyeken, akár hosszú előkés pontyos versenyeken is, és nagyon jól látszik a kettő közti különbség, hogy amíg az alsó 390-es egy teljesen lágy verzió, addig a felső egy mennyivel gerincesebb változat. A kettőnek a működését összese lehet hasonlítani egymással, és tulajdonképpen a 330-as médium változat, vagy a 360-as médium változat egy újabb lehetőséget ad nekünk, és ezekkel a lehetőségekkel kell nekünk tisztában lennünk ahhoz, hogy a megvásárlás után, felhasználás közben ne legyen csalódás a bot. Úgyhogy összefoglalva az egészet, bármelyiket válasszuk, mindig legyünk körültekintőek, és tájékozódjunk arról, hogy az adott bot milyen dobósúlytartománnyal rendelkezik, milyen az akciója, és megfelelő lesz-e azon a helyszínen, ahol használni szeretnénk. Ezek a botok gyakorlatilag mindent kibírnak, általában a pontra horgászom velük, de ezeket használom a dunai horgászataim során, vagy pedig a Balatonon, és a mostanában oly népszerű busa horgászatánál is ezek vannak a segítségemre. A következő a sorban a MasterCarp Pro botcsalád, melynek már a nevében is benne van, hogy egy tipikusan a ponty horgászatára kifejlesztett botszéria, magasabb minőségi karbon alapanyag felhasználásával, egy nagyon jó minőségű szik betétes gyűrűsorral, mely gyűrűsor nem a hagyományos módon, hanem egy 24 fokos dőlésszöget bezárólag került fel a bottestre, és egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy mindig az adott végszereléket a lehető legmesszebbre tudjuk vele dobni. Ezeken a gyűrűkön a főzsinór egy sokkal kisebb súrlódással, sokkal kisebb ellenállással megy ki a gyűrűk közt, és egyértelműen plusz métereket tudunk vele nyerni. Ezek a plusz méterek pedig a ponty horgászatában nagyon sokszor befolyásolják a végső eredményességet. A szérián belül egyébként a legismertebb tagok a 390-es és a 420-as Longcast verzió. Ezekkel a botokkal megfelelő gyakorlattal, jó dobó technikával akár 130, adott esetben 150 métert is meg lehet dobni.
Én viszont előszeretettel használom a 390-es és a 360-as médium hevő verziót, mert az általam látogatott vizeken, versenyeken ez az a bottartomány, ami nekem a legjobban bevált. A keményebb botok után jöjjenek most a lágyabb verziók. A Fine Carb szériáról nyugodtan kimerem jelenteni az egyik személyes kedvencem, hiszen mind a hétköznapi, mind a versenyhorgászatban ezeket a botokat használom a legtöbbet. Számomra egy mérföldkő volt, hiszen ezek voltak az első olyan teamfeeder botok, amivel mind a pontyozást, mind pedig a keszekhorgászatot maximálisan le tudtam fedni. A méretsoron belül kiosztam magammal mind a három tagot, a 330-ast, a 360-ast és a 390-est, és hogyha egymás mellé helyezem őket, akkor látságukat tekintve nincs is nagy különbség köztük, csupán szükség van egy növekvő méretsorra a megfelelő távolságnak a meghorgászásához. Egy 330-assal egy 20-30 méterig tudunk, a 360-assal olyan 40-50 méterig tudunk kényelmesen horgászni, míg a 390-essel akár egy olyan 60-65 métert is meg tudunk horgászni úgy, hogy az még egy kellően nagy biztonságot nyújtson nekünk. A keszekhorgászatnál ugye alapvető kritérium, hogy a botnak a kellő látsága meglegyen, ugye itt a tenyeres keszegektől, akár a kapitális dévérekig, ez a rugalmas bot, ez a rugalmas pic, ez gyakorlatilag minden egyes kapást fog nekünk mutatni. Most így a kettőt így egymás mellé teszem, lehet látni, hogy mind a kettő tag gyakorlatilag ugyanannyira lágy, és ahogy az előbb mondtam, inkább a meghorgászandó távolság az, ami befolyásolja azt, hogy éppen melyiket választjuk a szortimenten belül. Ugye nem véletlenül Fine Carp a botcsalád neve, ugye finom ponty, így is mondhatnám. A keszegezésen túl a ponty horgászatára is tökéletesen alkalmas, hiszen a gerincessége és a felső kétharmadának a látsága tökéletesen alkalmasá teszi a ponty horgászatára is, és a finomságából adódóan gyakorlatilag a legfinomabb előkékkel, a legfinomabb horgokkal is tudok vele úgy horgászni, hogy akár kapitális halat is partra tudjak vele segíteni. Ez a 390-es az, amit jellemzően a ponty horgászatára használok, a 360-as és a 330-as pedig nálam a keszekhorgászatot hivatott kiszolgálni. Egyébként többen a csapatból ezeket a botokat használtuk idén Debrecenben, amikor a klubcsapat országos féderbajnokságon a Dovid Féder Team a harmadik helyezést érte el. Már a kétségkívül a metódozás vált a legnépszerűbb horgászmódszerré, és erre a stílusra a Team Féder botokon belül kettő botcsalád is ki lett fejlesztve. Az egyik a Pro Method Féder, a másik pedig a Royal Method Féder. A Pro Method Féderen belül a 3 méteres ultralight-tól a 390-es heavy változatig szintén minden megtalálható. Személy szerint én a 380-as medium heavy, a 350-es medium light és a 330-as light verziót használom. Ebben a széles mérettartományban nyilván más lehetőségek rejlenek, mert még a 330-as light verzióval kisebb angolos tavakon 1-2-3 kilós pontyokra horgászom, addig a 380-as médium hevű verzióval már a nagyobb távolságokat szoktam megcélozni. Most remélem, hogy a képek vissza fogják adni, hogy a két botnak a látságát gyakorlatilag összesen lehet hasonlítani egymással. Mind a kettőben megvan az a rugalmasság, ami a metód horgászathoz elengedhetetlen, de mégis érzékelhető a különbség. Egyébként ez a fehér szín, ez sem véletlen. A napkáros sugarai teljesen másképp hatnak a bottestre, nyáron nem melegszik át, és gyakorlatilag a botnak az élettartamát is megnöveli. Én nagyon szeretem egyébként ezt a kivitelt. Említettem ugye, hogy a metodozásra két botcsalád lett kifejlesztve, a Pro Method után következik a Royal Method Carp, ami már egyértelműen a prémium kategóriába tartozik. Könnyed, légies, nagyon rugalmas, és egy nagyon újszerű króm-titánium gyűrűsort kapott, amiben már nincsen szigbetét, és gyakorlatilag elnyűhetetlen. Ez a bot lehetővé teszi nekünk azt, hogy akár egy 40 g-os kosárral is akár 100 méterre tudjak horgászni, finom előkével, és onnan nagy biztonsággal ki is tudjam fárasztani, az adott esetben kapitális halat is. Nálam, hogyha metódozásról van szó, akkor ez a bot az első számú prioritás, főleg nagy távolság esetén, mert gyakorlatilag bármelyikkel tudnék metódozni, viszont azt a pontosságot, azt a könnyed fárasztást jelen pillanatban ez a bot tudja nekem most maximálisan garantálni. Ha az imént azt mondtam a Fine Carp szériára, hogy az egyik kedvenc botcsaládom, akkor a végére hagytam a másik kedvenc botszériámat, a Fine Moxot, ami tulajdonképpen a Fine Carp továbbfejlesztett, kissé gerincesebb, pontyos változata. Itt kézbe véve a botot egyértelműen látszik, amit az elején mondtam, az a éveken át tartó törzsfejlődés, és mind a bot kialakítása, a nyél kiképzés, a botnak a fogásán lehet érezni, hogy gyakorlatilag ez már minden igényt kielégít.
Ezekkel a botokkal ugyanúgy lehet metót féderezni, viszont én elsősorban a hosszú élők és pontyozásnál szoktam őket használni, főleg a versenyhorgászatban. Legutóbb például, amikor Szegeden jártunk a Walterland Féderkupán, akkor a Dovid Féder Team 34 induló csapatból a negyedik helyezést ért el, és nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy a edzésnapokat is beleszámítva, 4 napon keresztül egyetlen pontyot sem vesztettem el, és abban is biztos vagyok, hogy ehhez a botnak nagyon sok köze volt. Ez a 360-as méret tökéletes választás volt az ottani 30 méterre történő bójapecára. Minden egyes pontyot lefinomított végszerelékkel úgy tudtam megakasztani, hogy egyetlen alkalommal sem mentek rá a bójára, és itt jönnek elő a botban rejlő lehetőségek, hiszen mindamellett, hogy egy nagyon lágy felső része van, szükség van arra a gerincre, hogy óvatosan el tudjam húzni a kritikus helyekről, és ez a bot ebben nekem maximális társam volt. A 390-es és a 420-as verzióval is ugyanúgy tudunk lefinomított végszerelékkel horgászni, csak a hosszúságban van különbség, és gyakorlatilag ugyanaz a látság, ugyanaz a rugalmasság párosul ezekhez a botokhoz is, nem két esetben, mint például Török Bálinton, ahol járok versenyezni, 80-90 méterre is el kell jutatni a végszereléket, és onnan a pontyot ki is kell tudni fogni. Nagy távolságra történő horgászatnál egyértelműen a hosszabb verziókat használom, rövidebbre pedig értelemszerűen a rövidebb változatokat. És itt megint életbe lép, amit már a film elején elmondtam, hogy mindig a horgásznak kell tájékozódni arról, hogy milyen vízfelületen, mekkora kiterjedésű tavon, milyen méretű halakra horgászik. Ennek a rövid kis videónak a végén szeretném elmondani, hogy ha nem volnék ezek a botokkal maximálisan megelégedve, akkor ez a film el sem készült volna. Inkább egyfajta gondolatébresztőnek szántam, hogy a horgászok a megfelelő botokat a megfelelő szituációra vásárolják meg, és ne hasonlítgassák össze a Powerfightert a Finemax-szal, hiszen nem egy kategória. Mindenki a saját pénztárcájának megfelelő módon tud ehhez választani. A szortiment elég tág ahhoz, hogy mindenki megtalálja benne a neki a számára megfelelőt, és remélem, hogy ez a film segítséget tud nekik nyújtani ebben. Köszönöm, hogy velem tartottak, viszontlátásra!